szerepelnek, nem kell fizetni a területért. A telkek egy része mostanra már mások tulajdonában van, őket azonban nem kártalanítják. A szomszéd falu is tiltakozik, mert a megkérdezésük nélkül döntöttek a regionális hulladékválogató elhelyezéséről. A hulladékfeldolgozó Maros megye legnagyobb beruházása. Az építéshez szükséges 50 millió euró nagyobbik részét uniós forrásokból fedezik. Egy eurokonform átrakóállomás készül, melyet ha körzeti kihatása lett volna a környező lakókra, nyilván Brüsszel nem hagy jóvá. Nekünk hiába mondják, hogy patikát akarnak ide csinálni. A székelykakasdiak már most is szenvednek a bűztől. Csak egy domb választja el őket Marosvásárhelyi jelenlegi szemét lerakójától. Az új komposztáló még közelebb kerülne, pontosan erre a dombra. A kakasdiak szerint telek spekulánsok játszották át a város tulajdonába a földet, azzal a hazugsággal, hogy a falunak építenek oda víztartályt. Keresünk más helyet, hogy vigyük el, ne pont ide, ne pont a hegytetőre, ne a házakhoz közel. Nem érdekelt minket semmiféle földbizni, semmiféle, csak az az egy érdekelt, hogy önkényesen, diktatórikusan kiválasztottak egy nem megfelelő helyet, meg nem kérdeztek, és azt mondták, már pedig úgyis megcsináljuk ide. A kakasdiak azt mondják, maradék földjüket sem tudják majd megközelíteni a szemétlerakóhoz vezető út miatt. A város kisajátítással szerzett területet az útépítéshez, csak hogy annak ellenértékét 14 halott nevére utalta ki. Halottnak az örököseitől vettem a földet. Úgyhogy én semmilyenképpen nem se pénzt nem kapok, földem is elvesztődik, és járni se fogok ide tudni megdolgozni a földet, mert nincs mivel. Nekem helikopterem nincs, hogy beszálljak. A kakasdiak polgári engedetlenséggel fenyegetőznek, ha Marosvásárhely nem fogadja el a felajánlott telekcserét.